Sok-sok szeretettel köszöntelek Szexádon, a Fitke Stúdió karanténjába. Kerát Henrietta vagyok edző, és beköltözök az önök otthonába, igaz csak virtuálisan. Ha megengedik, akkor innentől kezdve, mint sportársakat, nem magázni, hanem tegezni fogom. Így egyszerűbb lesz. A koronavírus járványra való tekintettel ugye beszorultunk a négy fal közé, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is elég szűkös körülmények között mozgunk. Nagyon fontos lenne, hogy a mindennapi mozgást beiktassuk ezekbe a napokba, hiszen nem csak hogy stresszoldó, hanem a szorongásunkat is nagyon-nagyon könnyedén tudjuk vele elűzni. Nagyon jó lehetőség. Apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, nagymamák, nemtől, kortól függetlenül, bárki. Gyertek és tartsatok velem! Ne várd meg azt, hogy majd holnap elkezdem. Még ma kezd el. És azzal se törődjél, hogy ki mit mond. Bízz magadban, bízz bennem. Mert te és én, mi ketten, mint egy csapat, sőt, mint egy közösség, elérhetjük a céljaidat. De ehhez az kell, hogy most felállj a székből, és gyere velem. Győzzük le ezt a vírust, erősítsük meg az immunrendszeredet, minden egyes nap más-más edzésprogrammal foglak várni benneteket itt, a Tolnatáj Televízióban. Szeretettel köszöntelek a következő blokkomba. Most, hogy már beköltöztem az otthonodba, és jól ismerjük egymást, és te jól ismered a gyakorlatokat, egyre többet-többet tudunk fejlődni, és egyre több, dinamikusabban működő feladatsort tudtam nektek összerakni. Úgyhogy bemelegítés után kezdjük is el! Húzz a sarok, húzz a tér, és üdj! Sima lépzárt, fordulunk, tudod? Már nagyon jól tudod. Húzz a tér, húzz! Popsi, nyolc! Hinta, fordulunk másik irány, húz, ruga fenék, nyolc, középen, súlypont megy át, követi a váll. Pici, pici, másik, megpróbálkozunk újfajta gyakorlatokkal. Zártállásból, törzs hajlítással előre sétálunk, kéztámaszba, ahol egy picit tartunk, és indulunk vissza hátra. És csigolyáról csigolyára felgördülünk, és vágkörzés. Elismételjük háromszor, és innen megyünk tovább. Tart. Vissza. Óvatosan. Még kettő. Figyelj, talajról fogunk tovább menni, lent fogunk maradni. Jobb lábaddal megpróbálsz a jobb kezed mellé kilépni, és rugózni. Rugó. Jó. Most pedig a hátul levő lábadra
megpróbálod átrakni a súlyt, az előlevőt pedig nyújtani. Engeded vissza, hátra, vissza. Hátra, vissza zár a láb, visszasétálsz, felgördülsz. Jön a másik oldal, szusszanj egyet, vegyél egy mély levegőt, koncentrálj a gyakorlatra, és mehetünk. Kilép a láb, és jönnek a rugók. És indítod hátra. Nyújt az előlevő láb, és toll le a hátul levő láb sarka. Hátra visszalépsz, kicsit tartod a kéztámaszt, és visszasétálsz. Nagyon jó. Ebből csinálunk egy kicsit dinamikusabb feladatot, jó? Megpróbálunk 4 ütemre előre sétálni a talajon, és váltott lábbal a kezünk mellé kilépni. Gyere velem! 1, 2, 3, 4, lép, vissza, lép, vissza. Nagyon jó. Most megpróbáljuk ugyanezt szökkenve, jó? Gyere velem! Hopp, hopp, zár, és vissza. Nagyon jó. Most az eddigieket összekötjük, és már is lesz egy feladatsorú. Gyere hintába. Kicsit gugolj bele. Emeld meg a lábad. Hopp, hopp, hopp. Szökkensz egyet, és indulunk előre. Ugrik, ugrik, vissza, és hátra zár. Nagyon jó, ha ezt megtanultuk, 8 ismétlést a későbbiekben simán végezhetsz. Ebből a gyakorlatból egy újabb gyakorlatot fogunk kialakítani. A kiinduló helyzetünk most a kéztámasz lent lesz, lent a talajon. Akinek nem megy, leteszi a térdét, de a csípőjét beleengedi. Akinek ez is nehéz, sima 4 kézláb állásba fogja csinálni a következőt. Üti a vállat, jó? Csak váltva. Akinek megy ugye, az így csinálja, a haladók pedig kéztámaszba, csak üt a váll. És visszamegyünk. Összekötjük, benne lesz a rugó, benne lesz az egy-egy lépés, benne lesz az egy-egy melléugrás, és ütüt a váll 2-szer. Jó? Gyere velem! Rugó! 3, 4, 5, 6, 7, hátra 8, másik, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zár, csak lép, és lép, ugrik, ugrik, zár, és üt, 2, 2, és visszasétálsz. Szuper jó! Megyünk tovább. Összekötjük ezt a dinamikus, pattogós kis feladatunkat. Hopp, hopp, szökkenj egyet bele a hintába. Ez az, emel a láb. Hopp, hopp, még egy, még egy. Zár és séta. Csak 4 rugó. Másik. És váltva, kilép, kilép, ugrik, ugrik, üt, 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 üt. Egészségetekre! Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet
lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előre hozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!